Közel 2 év aktív munka után megjelent a Magyarok Kijevben című könyv. A kijevi nagykövetség kezdeményezte a kötet szerkesztését, ami rögtön 2 nyelven, magyarul és ukránul is megjelent. A 2 szomszédos ország fontosnak tartja a közös múltat, a könyv pedig színes illusztrációkkal mutatja be ezt a kapcsolatot az olvasóknak. A Határtalanul című magazinműsorunkat látják, köszöntöm Önöket! Az elmúlt évtizedekben számos cikk és tanulmány jelent meg a magyar-ukrán kapcsolatról, most azonban mérföldkőhöz ért ez a kutatás. 2 év aktív munka után számos kutató és fordító közreműködésével megjelent a Magyarok Kijevben című kötet. A könyvben olvasható ismeretekre a szakemberek szerint mind a magyaroknak, mind az ukránoknak szüksége van, ezért rögtön 2 nyelven adták ki a könyvet. Másfél-két évet dolgoztunk rajta, én magam a projekt vezetője voltam, és talán a második legfontosabb dolog, amit a könyv érdekében tettem, hogy a magyar korrektúra az én művem, és miután sok forrás ukránul, oroszul, angol nyelven volt meg, fordítani kellett, és ezeket is végig ellenőriznem kellett, tehát nagyon sok munka van a könyvben. Rögtön megjegyezném, hogy ez majdhogy nem 2 könyv, amennyiben ukránul is megjelent, és magyarul is. Nyilván ez ennek nagyon mély értelme van. Tehát a könyvben olvasható ismeretekre mind a 2 népnek szüksége van, azt gondolom. Ez volt a cél. Nagyon nagy terjedelmű is a könyv, és ez azt vetíti előre, hogy nagyon nagy időszakot dolgoz fel. Ez így van? Tulajdonképpen a kezdetektől napjainkig ez az időszak, ami szerepel a könyvben, változó súllyal természetesen. Azt kell mondanom, hogy a napi politika nem szerepel a könyvben. Egész pontosan egy bekezdés van a napi politikáról, ami viszont hát fullánkmentes, mondjuk így, tehát olyan megfogalmazással készült az az egybekezdés, hogy mind a 2 fél számára örömmel elfogadható. A hosszú történelmi kapcsolat során volt olyan időszak, amikor a 2 nép annyira szorosan élt együtt, hogy szinte minden családban volt magyar és ukrán származású ember is. A most megjelent könyv új lendületet adhat ennek a kapcsolatnak, hisz mindkét ország számára fontos a jó viszony. Mi itt vagyunk a Nyíregyházán, mint a konzulátus és az ukránok nemzetiségi elnöke. Fontosnak tartunk bemutatni ezt a könyvet. Ez először azért, mert bemutatni a közönségnek, hogy sok történelmi közös pontunk van, és sok ember közösen dolgoztak arra, hogy népek közelebb legyenek. Erről a kijevi nagykövetség kezdeményezte ezt a könyv szerkesztését, és mi támogatjuk, hogy Magyarországon is ismerjenek a könyv tartalmával. Azért fontosnak tartunk a könyv bemutatását itt. Az elmúlt évekből, évtizedekből, vagy akár évszázadokból mi a legfontosabb közös kapcsolódási pont Magyarország és Ukrajna között? Hát ez régóta történelmileg megy, míg a kijevi Rusz fejedelm és Első András király felesége, az Anasztázia volt a felesége, és én úgy gondolom, hogy onnan kezdve minden családban volt egy ukrán, egy magyar, és erről tudni kell, hogy mit hoz a 2 népnek ilyen kapcsolódás. Hogyha már szóba került, hogy mit hoz ez a kapcsolódás, a jövőre nézve mennyire lehet esetleg még szorosabb, vagy esetleg lazulni fog ez a kapcsolat? Mi szomszédunk vagyunk, és mindig kell törekedni arra, hogy mindig egyeztetés, mindig közös pontunk legyen, közelebb legyünk egymáshoz, és azért, hogy közelebb legyünk, tudni kell a történelmet, mit Ukrajnában eladják a gyerekeknek, és mit Magyarországnak. És ez a történelem kell, hogy közös legyen. Akkor tudni fogják, hogy közös pontunk van, és politikában nem lesz gond. A kapcsolat erősítése érdekében a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltár több évtizede együttműködik a Kárpátaljai Állami Levéltárral. Előbbinek a legfontosabb feladata, hogy a forrásokat feltárja és nyilvánosságra hozza, de másképpen is segíti a Kárpátaljai Levéltár működését. A Kárpátaljai Állami Levéltárral már több mint egy évtizedes kapcsolatunk van, és az évtizedes kapcsolat során több programban igyekszünk ráirányítani a figyelmet a közös múltunk emlékeire, vagy a forrásokra, vagy éppen a források alapján történt feldolgozásokra. Most
könyvekre szeretnénk felhívni azoknak a figyelmét, akik érdeklődnek Bereg megye, Kárpátalja, Ukrajna története iránt, hiszen a kijevi nagykövetség egy olyan illusztris és tudósok által írt tanulmányokból álló kiadványt adott közre, amiben az ukrán-magyar közös múltat villantják fel. Illetve ha már magyaroknál járunk, akkor nem csak keletre megyünk, hanem nyugatra is, és a nyugatra való vándorlásunk során azokat az egyetemeket látogatjuk meg, illetve azokról az egyetemet jártakról beszélünk, akik a 16. század óta megfordultak Svájc, Németország és Bécs egyetemein, és itt a mi megyénkben, Szabolcsban, Szatmárban és Beregben tanítóként és lelkészként éltek, és talán nem is tudjuk róluk, hogy milyen egyetemi végzettségük van, milyen világlátott emberek voltak ezek a falusi papok és tanítók. Többféle szálon fut a szakmai kapcsolat. Először a mi feladatunk az, hogy a forrásokat feltárjuk és közkincsét tegyük, és ennek a keretében adtuk ki az 1836-os magyar köriratos Bereg megyei pecsétnek a privilégium levelét az elmúlt években, illetve jelentettünk meg olyan kiadványokat, amelyek Kárpátaljáról szólnak, és ezeket mutattuk be. Aztán van egy olyan projektünk is, hogy a Kárpátaljai Állami Levéltárban az iratok nem olyan rendszer vannak, mint a magyar levéltári rendszerben, hogy könnyen áttekinthetőek lennének. Ráadásul az átsorolás, az egyenként iratokra szedés azzal is járt, hogy orosz és ukrán nyelvű segítségeket, segédleteket készítettek melléjük. Most ezeket megérteni egy kicsit bonyolult ma már, mikor az ember nem is tanul oroszul, de mikor tanult sem, mert ezek nem klasszikus orosz nyelven íródtak, hanem közigazgatási nyelven, amit megértettek akkor az oroszul tudók a magyar iratokból. Tehát meglehetősen nehéz kutatni a Kárpátaljai Állami Levéltárban, ezért úgy gondoltuk, hogy mi ezeket a jegyzékeket munkatársaink segítségével magyarra fordítjuk, hogy legalább tudjuk, hogy mit és hol kell keresni. Aztán vannak más projektjeink, például a Holokauszt projekt is itt volt, amit szintén a Kárpátaljai Állami Levéltárban néztünk meg, hogy milyen források vannak Bereg megye zsidóságára vonatkozóan. Magyar Árpád István Magyarok Kijevben című könyvét az Arcok és könyvek a Történelem Tudomány Műhelyéből című rendezvény keretében mutatták be. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Kárpátalja legdinamikusabban fejlődő civil szervezete, amely indulásakor még csak 34 magyar családot egyesített, jelenleg azonban már közel 700 nagycsalád a tagja. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének eredményes működését jelzi, hogy a tevékenysége mintegy 3500 embert érint, az elmúlt évben pedig több mint 100 programot bonyolítottak le. Ezekkel a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradását is szolgálja a szervezet, miközben a programjaikkal és a beruházásaikkal a határon túli magyar családok hétköznapi életét is segítik. Sok olyan nagy családjuk van, akiknek egyszerűen fizikailag nincs lehetősége arra, hogy a gyerekekkel együtt üdüljenek, mert nincs elég pénzük például. És ezért jutottunk el arra elhatározásra, hogy egy egyébként magyar tulajdonban lévő és eladó panziót vásároljunk nekik az Uzsoki hágó bejáratától néhány kilométerre, tehát igazán festői környezetben egy Viharos nevű településen, egy vadvölgy panzió fantázia névre hallgató, nagyon szép természeti környezetben fekvő létesítmény, és ennek a felújítási első szakasza zárult a hétvégén, amikor a sajtómunkatársainak ígéretünkhöz híven bemutattuk az Egyesület vezetőségével ezt a panziót. Az ő filozófiájukhoz mérten ez egy önkéntes munkahétvége volt egyébként, amikor néhány nagycsaládos szülővel és gyermekkel együtt kitakarították a panzió környezetét, hiszen a felújítási munkátok második szakasza is elkezdődik, és azt hiszem, hogy ha ugyanezzel a dinamikával haladunk tovább, akkor egy teljesen egyedi, valóban egy nagy családbarát, és az év 12 hónapjában használható színvonalas vendéglátóhelyet fogunk kialakítani, amely nem csak ezt a szociális küldetést töltheti be, hogy
az egyesület rászoruló nagy családos tagjai juthatnak el nagyon kedvezményesen üdülni, hanem természetesen nyitott valamennyi kárpátaljai szervezet számára. Ez egy olyan panzia, ahova persze, hogy bárki bármikor foglalhat helyet, tehát üzleti célú befektetés is, és azt is szeretné elérni a szervezet, hogy mind a más külhoni magyar nagycsaládos szervezet célpontjává váljon ez a panzió, valamint jó lenne, ha bekerülhetnének az Erzsébet program hasonló egyik a rendszerébe is, és ezáltal tovább erősödhetne az anyaország és kárpátaljai nemzetrész kapcsolata. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét a magyar kormány is nagybértékben támogatja. A fejlődési dinamika mellett példaként említhetném azt, hogy keresztény értékek vallása és vállalása a tagsági feltétel. Éppen most szegeztem a kérdést neki, az elnöküknek, hogy hogyan lehet egy ilyen feltételt ellenőrizni. Ezt mondják, nagyon egyszerű, mert az egyházi házassági levelet kell bemutatni, az igazolást, és hát természetesen több olyan család van a szervezeten belül, akiknek valamilyen oknál fogva nem volt egyházi esküvője, ezt mind pótolták, hiszen olyan jó ehhez a szervezethez tartozni. A másik, ami egy érdekes megfigyelés, ez a legszegényebb nemzetrész most a Kárpát-medencében, és így az egész világon is ez a legveszélyeztetettebb 150 ezres magyar külhoni nemzetrész, hogy ennek ellenére viszonylag itt a legmagasabb a gyermekvállalási kedvés, és a nagycsaládos modell az sokkal inkább megőrződött talán, mint más külhoni vagy éppen itthoni anyaországi gondolkodásmódban. Ezt támogatja a nagyszabású kampánya többek között a református egyház például, de a katolikus egyház is. Tehát itt a gyermek ajándékot azt talán sokkal inkább úgy fogadják el, ahogy a magyar keresztény családmodellben ez történelmi hagyomány. Természetesen nagyon fontos az, hogy Kárpátalja érezze az anyaország támogatását, de kiemelt szerepe van ebben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Több alkalommal kifejtettem már azt az álláspontomat, hogy Nyíregyháza, Kisvárda és minden határmenti település abban a megyében zászlós hajója a magyar nemzetpolitikának, nélkülük elképzelhetetlen a hatékony együttműködés, nem csak Kárpátaljában, hanem Ukrajna és Magyarország között egyaránt. Vannak terveink, például említhetném azt, hogy a Nyíregyházi Egyetemen most szeptembertől volt először alkalom az újra megnyitott ukrán tanszékre jelentkezni, és váratlanul komoly érdeklődés mutatkozott. Nyíregyházán kívül még az ELTE-n, Pesten és Szegeden van lehetőség szlavisztiká keretein belül ukrán szakra menni, és úgy tűnik, hogy Nyíregyházan a legnagyobb az érdeklődés a szak iránt. Le kell bontanunk néhány olyan jogszabályt, amely akadályozza most nagyobb számú ukrán állampolgár érdeklődő diák jelentkezését, ezt próbáljuk intézni. Azután nagyon komolynak tartom Nyíregyháza regionális kulturális centrum szerepét, éppen ennek elismeréseként is, és a határ mindkét oldalán történő művészeti kapcsolatok erősítése céljából tervezünk egy 5 helyszínből álló alkotóház vásárlást a Magyar Házak Kárpátalján program keretében, amelynek keretében vásároltuk ezt az említett panziót is már. Magyarul azt szeretnénk, hogyha mind Nyíregyházán, mind pedig Nyíregyházán is, de elsősorban Kárpátalján olyan alkotó műhelyek jönnének létre, amelyek aztán Ungvár és Nyíregyháza művészeti szakmai vezetésével jobban megmutatnák az egész Kárpát-medencei nagyközönségnek azt, hogy Kárpátalján méltatlanul elfelejtett nagybányai alapokon nyugvó, nagyon jó plener festészeti hagyománytól elkezdve a modern kortárs alkotóművészetig minden található és felöleli a mai kárpátaljai művészeti működés ezt a területet. Itt persze nem csak magyar alkotókra gondolunk, hanem a többségi nemzethez tartozó ukrán-ruszin alkotókra is. Azután Beregszászon a Rákóczi emlékév keretében május 21-én egy szép Rákóczi lovas szobrot szeretnénk avatni. Most már nem mondhatjuk, hogy Kárpátalja első lovasszobrát, hiszen két héttel ezelőtt Munkácson
felavatták Szent Márton a város védőszentjének lovasszobrát, így az az első kárpátaljai lovasszobor, de nekünk, mivel második Rákóczi Ferencről van szó, a második hely is tökéletesen meg fog felelni. A rászoruló nagycsaládosok megsegítése mellett a miniszteri biztos kiemelte Kárpátalja anyagi támogatását is, melyhez a magyar kormány számos forrást biztosít, valamint olyan programokat is indítanak, amelyek a külföldi magyarság anyaországhoz való integrációját szolgálják. Ezekben kiemelt szerepe van például, hogy folytatják a kárpátaljai óvodák fejlesztését is. Ez egy 47,6 milliárd összköltségvetésű kárpát-medencei óvodaprogram, amelyből egy bő 6 milliárdos keret szabódott Kárpátaljára. Ez ott mélyreható változásokat jelentett már is, és jelent az óvodák világában. Ebben a pillanatban 13 felújított óvoda vár éppen átadásra, miközben már 50-et meghaladta az átadott felújított óvodák száma, és néhány új intézményt is átadtunk, például a Viski Református óvodát, vagy a közelmúltban a Munkácsi Szent József Római Katolikus óvodát, vagy a Mezővári Református Egyház tulajdonában, de községi fenntartásban működőt, és további új óvodák várhatók, hogy ne hagyjuk ki a görög katolikusokat sem. Mágyfaluban néhány héten belül egy új görög katolikus óvodát is avathatunk. Tehát én azt hiszem, hogy azt a csoportot és azt a réteget céloztuk meg, nem tudván persze még akkor a fenyegető nyelvtörvény ügyét, amelyben mindig is szabadon lehet majd magyar nyelven oktatni, és a magyar mesevilágon keresztül pedig a gyermekeket a magyar kultúrához kötni. A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programjával kapcsolatosan határozatban rögzítették. A kormány egyetért, hogy kiemelten fontos a kárpátaljai magyar nyelvű intézményes oktatási rendszer megőrzése. Ezáltal a magyar anyanyelvi oktatás biztosítása Kárpátalján. Ezért a miniszterelnök általános helyettesének, Semjén Zsoltnak kell gondoskodnia a feladatok megvalósításáról, amelyekre az idén 3 milliárd 560 millió forintot, jövőre pedig 3 milliárd 510 millió forintot, 2021-ben pedig 3 milliárd 15 millió forintot kell biztosítani a költségvetésből. Több millióan, egyes becslések szerint akár 10 millióan is éhen halhattak a holodomor, vagyis az ukrán holokauszt ideje alatt. A sztálini rezsim által okozott 1932-33-as éhínség az ukrán nép történetének egyik legnagyobb katasztrófája, amelyet csupán 50 évvel később ismertek el Moszkvában. Magyarország 2003-ban nyilvánította népirtássá a történteket, melynek emlékére táblát avattak Nyíregyházán. Mécsesekkel és búzakalásszal érkeztek a holodomor emlékmű leleplezésére a megemlékezők a józsavárosi görögkatolikus templom udvarára. Egyes történészek szerint nem csak a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása, a gabona beszolgáltatási terhek drasztikus növekedése, valamint az erőltetett gabona export következtében okozott éhínséget Sztálin, hanem ezzel akarták megtörni az ukránok nemzeti öntudatát, ugyanis attól tartottak, hogy a nemzeti kötelék erősebbnek bizonyulhat a kommunista ideológiához, illetve a szovjet birodalomhoz való ragaszkodásnál. Ukrajna a magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete szerint ezekre a mai napig emlékeznünk kell. Ez egy szomorú, de nagyon fontos esemény, amennyiben az 1932-33-ban Ukrajna egyik adatok szerint majdnem 10 millió ember elveszítette, hiszen egy volt mesterségesen megszervezett éhínség, amelyek a sztálini rezsim az ukránok ellen genocidumként megszervezte. Egyébként Magyarország még 2003-ban elismerte ezt a szörnyű tragédiát, mint az ukrán népirtás, és még köszönjük azért a magyar népnek, meg a magyar törvényhozásnak. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk, amennyiben akkor is ez a helyzet azért történt meg, mert Sztálin szeretne elvinni az ukránoktól a szabadsághoz, a függetlenséghez való vágyat, és lényegében azon, mint keresztül most is megy Ukrajna, ez is lényegében ugyanolyan harc a szabadságért, harc azért, hogy mi egy állam maradjunk. És nekünk nagyon fontos, hogy a barátaink, a szomszédunk támogassanak minket ebben, és nagyon fontos az
az ukrán kisebbség támogatása is, és egyébként ez a műemlék, amelyik most Nyíregyházan és az ukrán nyíregyházai önkormányzat kezdeményezésére meg támogatása eredményekben jött létre. Az ünnepségen elhangzott, az ukrán vidéket, a világ egyik legtermékenyebb mezőgazdasági területét néhány hónapon belül általános éhínség sújtotta, csontsovány holttestek hevertek mindenhol az utcán. A nélkülöző parasztok az éhínség alatt, ha nem volt más, a füvet, fakérget, kukoricacsutkát, rohadt krumplit, de még a macskát és a kutyát is megették, írja a Múltkor történelmi magazin. A kilátástalan helyzetben felütötte fejét a kannibalizmus, amit a szovjet hatóságok a gyereked megevése barbár cselekedet feliratú plakátokon ítéltek el. A sztálini rezsim évtizedekre teljes hírzálatot rendelt el az éhínség kapcsán. Közel 1700 versenyző, mintegy 300 versenyszámban mérettette meg magát Magyarország egyik legnagyobb minősítő táncversenyén Nyíregyházán. A táncfesztiválra a hazai fellépők mellett Erdélyből és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők. A rendezvény különlegessége pedig, hogy az amatőrök és a profik egy műsorfolyamban álltak a parketre. Kicsik és nagyok, társas és egyéni produkciók együtt versenyeztek a 7. Abigail országos minősítő fesztiválon Nyíregyházán. A zsűri egymás után láthatta a különböző korosztályok és stílusok produkcióit, a fellépők pedig már nem csak a térségből, hanem az egész országból, sőt a határon túlról is érkeztek. Van most már Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából, aztán van, amikor még be tudnak csatlakozni máshonnan is, ez attól függ, hogy jön nekik a program. Ami nagyon érdekes, hogy teljesen speciális az országot, illetve a külső más országokat tekintve is, ugyanis itt nem egymással versenyeznek a versenyzők, hanem saját magukkal, tehát egy minősítést kapnak, ABCD kategóriában indulnak, és ott kapnak kiemelt arany, arany, ezüst vagy bronz minősítést. A minősítő versenyen az óvodásoktól a nyugdíjasokig több mint 10 féle stílusban léptek fel a résztvevők. A 2 nap alatt 300 produkció lesz, 1700 versenyző, itt az óvisoktól a nyugdíjasokig mindenféle korcsoport, illetve 12 tánckategória, néptánctól mazsorettig, modern táncig, társas táncig, nagyon vegyes a felhozata, illetve most, mivel lesz egy versenyünk ugye Érden is, inkább az országnak ez a fele jött ide, és Románia, Szlovákia, Ukrajna, aki még csatlakozott ehhez a csapathoz most. Ez a pár Kárpátaljáról érkezett, argentin tangóval készültek, amivel a tavalyi fesztiválon aranyminősítést szereztek. Beregszállva érkeztünk Kárpátaljáról, 2 tánccal érkeztünk, az egyik az argentin tangó, ott 2 fős résztvevő van, és érkeztünk még egy tánccal, az egy Funny Jive a címe. Ott egy csoport, a kisebb csoportunk van, ott 9 gyerekből áll ki ez a csoport, de ők majd késő este fognak fellépni. A kárpátaljai csoport 2. éve vesz részt a megmérettetésen, amelyre 1,5 év alatt készültek fel a táncosok, terveik szerint pedig a 2020-as minősítő fesztiválon is részt vesznek majd. Önök a Határtalanul című magazinműsorunkat látták Magyarország és a környező országok együttműködéséről. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A műsort támogatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium.